Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök november 30-án szerda este a Tatai Televízió Hírszámlá című műsorát láthatják. Adásunkban egy-egy aktuális témával foglalkozunk bővebben. Tartsanak velünk ma is! 13. alkalommal rendezték meg a MAVIR madárvédelmi konferenciát, amelynek idén Tata adott otthont. A konferencia célja az összefogás, az együtt cselekvés és gondolkodás, mely a madárvédelem szempontjából kiemelten fontos, mondta el Bíró György, a MAVIR ZRT környezetvédelmi főmunkatársa és a konferencia szervezője. Ha madárvédelemről van szó, akkor természetesen minden ember tud tenni valamit, hiszen mi mindannyian egy-egy kis részei vagyunk annak a nagy egésznek. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy mi az, hogy madárbarát kertet kell fenntartani, tudja, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha kielégíti a saját kis lelkületét és teleheteti a madarakat kenyérbéllel, akkor azzal ártani fog, akkor már segített ezen a dolgon. Nekünk védeni kell a madarakat, meg kell tenni mindenkinek, amit tud. Mi, akik távvezetékeket tartunk fenn és távvezetékeket működtetünk, nekünk olyanná kell tenni ezeket a vezetékeket, hogy ezek biztonságosak legyenek, hogy a madarak elkerüljék időbe őket, és ne ütközzenek vele. Azoknak, akik a szabályozókat csinálják, olyan szabályozókat kell létrehozniuk, amik ezeket elősegítik. És akik a gazdaság szereplői, azoknak azt kell elérniük, hogy ezt mind finanszírozni is lehessen, hiszen nagyon szép álmok, nagyon szép elképzelések vannak, de ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha a gazdaság is partner benne. Ez egy nemzetközi konferencia. Nemzetközivé nőtte ki magát. Több dolog miatt. Egyrészt szeretnénk a külföldi jó példákat is megismertetni itt, szeretnénk ezekkel az emberekkel diskurzus folytatni, megvitatni ezeket a dolgokat, és azért azt is el kell mondanom, hogy ezen a napon, az előtte lévő, tehát a nulladik napon a konferencia előtt már három nemzetközi live projektnek volt itt a konferenciája. Azok van olyan, amelyik 7 országot ölel magába, ez a Danube Free Sky Life Project, aminek az a szerepe, hogy a felső vezetékeket elkerüljék a madarak, kevesebb felső vezeték legyen, amit lehet, azt illesszük be a földbe, illetve amiket nem lehet, mint például a nagy feszültségűt, azokat lássuk el olyan eszközökkel, hogy időben észrevegyék a madarak. Erről egy nemzetközi diskurzus folyt. Természetesen nem csak előadások lesznek, nem csak megbeszélések és viták és workshopok, hanem szeretnénk kimenni a természetbe, nem csak megnézni a vadlúd sokadalmat, ami azt hiszem a mai napnak bármilyen konferencia érzés van, bármilyen céljaink vannak, a legnagyobb része az, amikor ki fogunk menni a tónál, és gyönyörködünk, csodálkozunk, csodáljuk a természetet, és csodáljuk azokat az embereket, akik itt védik a természetet. De emellett lesz egy olyan prezentációnk is, ahol drónnal való munkákat fogunk bemutatni. A madárvédelemben a madárvédelmi eszközöket ma már drónok rakják fel. Kevés az ember, kevés a lehetőség, kevés a pénz, mindent automatizálunk. Ezt is úgy meg kell csinálni, hogy ne az ember másszon fel több óra alatt a vezetékre, hanem a drón felmegy, és egy kattintással felrakja ezeket az eszközöket. Ez lesz ugye a drónos bemutató, de mire a drónos bemutatónak vége, a terepi bemutatónak, már mindenki megkapja azt a kis könyvecskét, amit itt adtak ki, amiben nagyon szép akvarell festményekkel mutatják be azt, hogy milyen madarak élnek itt, milyen madarakat védenek az itteni emberek, akiket párnapos itt létem alatt meggyőződtem, hogy nem csak szleng és nem csak könyv és nem csak akvarellek, hanem valódi emberi tevékenység, madárvédelem. És azt hiszem, nekem, mint a konferenciának a házigazdának nem is lehet más mondani, csak egyetlen szót. Köszönöm. Ahhoz, hogy a természetvédelmet hatékonyan tudjuk csinálni, sokkal szélesebb alapra kell helyezni és nagyobb spektrumban kell gondolkodni. Szükség van helyben élőkre, gondolkodókra, polgármesterekre, vállalkozókra, valamint helyi civil és társadalmi szervezetekre. Erről beszélt dr. Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelméért felelős államtitkára. Ebből a gondolatból adódott az még 2008-ban, hogy az áramszolgáltatók, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, illetve a Természetvédelemért Felelős Minisztérium összefogott, és megkötötték az akadálymentes égbolt megállapodást, és ebben a megállapodásban dolgoztak közösen azon, hogy a madárvilágot fenyegető egyik legkomolyabb veszélyhelyzetet közösen elhárítsák. Ugye madárpusztulásoknak sok oka van, de vezető helyen található a szabad vezetékeknek való ütközés és az áramütés. És az akadálymentes égbolt megállapodás arra irányult, hogy közösen az áramszolgáltatókkal együtt hogyan tudjuk ezeket a vezetékszakaszokat madárbaráttá tenni, szigetelni,
olyan oszlopfejeket megalkotni, amelyek védik a madarakat az áramütésektől, vagy éppen a különösen problémás, főleg túzokos területeken hogyan lehet a légkábeleket földkábellel kiváltani. És hát ennek a megállapodásnak az egyik gyümölcse vagy eredménye a madárvédelmi konferencia is, amin ma itt vagyunk, ahol közösen osztják meg a tapasztalatokat állami természetvédők, civil szervezetek, nemzeti parkigazgatóságok, az áramszolgáltatók, és mindig egy jelentős nemzetközi részvétel is van a konferencián, tehát nemzetközi tapasztalatokat is hallhatunk arról, hogy más országokban ugyanezeket a problémákat hogyan kezelik. És már a 13. alkalommal rendezzük meg a közösen a madárvédelmi konferenciát. Idén Tata ad ennek otthont, nem véletlenül, hiszen madárvédelem szempontjából Tata az egyik legfontosabb helyszínünk. Ugye itt található nem csak a Vadlúd sokadalom, amiről ugye mindenki ismeri, nagy rendezvény, és a libáknak a egyik fontos gyülekező helye ebben az őszi, késő őszi időszakban, hanem Tatán számtalan helyi védett terület található, Natura 2000 terület, sőt Ramsári terület is. Magyarország már 1979-ben csatlakozott a Ramsári Egyezményhez, még Tata egy nagyon fontos helyszíne a ramsári területeinknek. Ez egyébként egy 1971-es egyezmény, aminek az az érdekessége, hogy a működő természetvédelmi egyezményeknek a legrégebbike. És Magyarország ebben nagyon aktív, hiszen nagyon sok vizes élőhelyünk van, amihez különböző fajok, így nagyon sok madárfaj is kötődik, és hát 29 területet, több mint 250 ezer hektár kiterjedésben jelöltünk már a ramsári listára. Ezek közül egy kiemelkedő helyszínnek, vagy helyszínek a tatai vizes élőhelyek és a tatai a madaraknak a vonulását, táplálkozását szolgáló területek. És még egy különlegessége van Tatának. 2018-ban meghirdette a Ramsári Nemzetközi Egyezménynek a Nagy Nemzetközi Bizottsága a Ramsári Város címet, és Tata elsőként pályázott és elsőként nyerte el ezt a címet. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a város munkájára, és mindenben számítunk a jövőben is a tataiaknak a támogatására és a segítségére. Sokféle Európai Uniós forrásra lehet pályázni. A Nemzeti Park igazgatóságok a legutóbbi most zárult pénzügyi perspektívában, környezet és energia hatékonysági operatív programban több mint 100 pályázatot valósítottak meg. 40 milliárd forintot költöttünk el ezekre a beruházásokra országszerte, és mintegy 300 ezer hektáron javítottuk a természeti környezetünknek az állapotát. Ezen pályázatoknak a kétharmad része, ez klasszikus élőhely rekonstrukció volt, és a kétharmad élőhely rekonstrukciónak a kétharmada, 70%-a vizes élőhelyeket célzott meg, tehát pont azokat az élőhelyeket, amiket a Ramsári Egyezmény is véd, hiszen már nem csak a vízi madarakat véd, de a Ramsári Egyezmény, hanem a komplett vízhez kötődő komplett ökoszisztémákat. És hát még egy adatot szeretnék megemlíteni, különböző vezetékoszlopokon történt madárpusztulások, áramütés vagy ütközés következtében. Ezt a szakemberek több tízezres számra becsülik, és ha ezeknek a madaraknak, az elpusztult madaraknak a természetvédelmi értékét összeadjuk, ez meghaladja a milliárdos nagyságrendet is. Hát ezért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni nekünk állami természetvédőknek, a civileknek, és ha találunk olyan jó partnert, aki ebben elkötelezett, mint Tata város önkormányzata, akkor minden helyi szereplőnek is. A mindennapokban közvetlenül környezetünkben is rengeteget tehetünk a madarak védelmében. Például az odúk és itatók kihelyezésével, illetve a téli madáretetéssel, mondta el Füri András, a Dunai-Pony Nemzeti Park igazgatója. Gyakorlatilag a madarak
nagyon közkedvelt teremtmények, és gyakorlatilag a mindennapi életben is nagyon sok helyen találkozhatunk madarakkal. Nyilván egy városban is, egy településen is, de leginkább a szabad természetben. Nagyon sok veszély is fenyegeti a madarakat, és éppen nagyon fontos az a tevékenység, amit a madárvédelem érdekében akár a hivatalos vagy hivatásos természetvédők, akár a különféle civil szervezetek, elsősorban a Madártani Egyesület kifejt. Konkrétan nagyon sok olyan lehetőség van, amelyet akár a mindennapi életben is tudunk alkalmazni. Most téli időszak következik, a téli madáretetéstől kezdve egészen addig, amit úgymond a profi kollégák végeznek, olyan komoly védelmi tevékenységeket, például fészekőrzést, fokozottan mérett ragadozó madaraknak a fészekőrzését, vagy például olyan intézkedéseket hoznak különféle fajok védelme érdekében, hogy konkrétumot mondjak, mondjuk egy partifecske telep védelme érdekében, hogy a költési időszakban a fiókák ki tudjanak nyugodtan repülni. Tehát rengeteg olyan lehetőség van, amelyben, hát még egyszer mondom, mind a hivatásos, mind pedig a társadalom nagyon sok mindent tett a madarak érdekében. Egyébként mennyire jellemző, hogy erre odafigyelünk, vagy mik a tapasztalatok? Mennyire érdekli az embereket egyáltalán az, hogy ők mit tehetnek mondjuk a madarak védelmében? Itt nálunk a Dunai-Folyó Nemzeti Park igazgatóságon elég pozitív a tapasztalatunk. Nagyon sok bejelentés érkezik az állampolgároktól, nagyon sok sérült madarat jelentenek be, például amelyek valamilyen oknál fogva megsérültek, vagy nem tudnak repülni, és ilyen esetekben a kollégáink, a természetvédelem őrök kimennek a helyszínre, ezeket a madarakat egy mentőhelyre, vagy pedig megfelelő állatorvosi ellátásban részesítve elhelyezik, illetve nyilván amelyiket aztán a későbbiekben szabadon lehet engedni, azokat szabadon is engedik. A modern technika megjelenésével egyébként könnyebb lett a madárvédelem? Gondolok itt arról, hogy most ugye beszéltünk az imént például a drónokról. Igen, nagyon sok olyan lehetőség van, amely sokban segíti, vagy nagyban segíti, vagy sokkal jobban segíti a madárvédelmi tevékenységet, mint mondjuk a korábbi időszakban. Ezeket a modern lehetőségeket természetesen kell használni. Nyilvánvaló, ezeknek is azért van olyan feltételrendszere, amit ott a madarak védelme érdekében érdemes betartani, mert mondjuk egy fészkelő telep, egy kócsak telep fölé fészkelés időszakban drónnal nem biztos, hogy minden nap be kell repülni, és minden nap le kell regisztrálni az állományt, tehát ezek is fontos, hogy ezekre is odafigyeljenek a szakemberek. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök november 30-án szerda este a Tatai Televízió hírszemle című műsorát láthatták. Adásunkkal legközelebb jövő hét kedden jelentkezünk. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!